Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, illetve a mai képviselőtestület ülésen megjelenteket. Megállapítani, a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 15 képviselőből 12 fő van jelen. A mai ülésre kiküldött meghívó 14 napirendi pontot tartalmaz. Az ülést megelőzően két új napirendi pontra vonatkozó előterjesztést osztottunk ki, illetve feltöltésre került a testületi kommunikációs rendszerbe is. Javaslom, hogy a Kemence község önkormányzatával kötendő céltámogatási szerződés tárgyában készült előterjesztést a kiküldött meghívó szerint második napirendi pontot követően harmadik napirendi pontként vegyük fel, illetve a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában készült előterjesztést a kiküldött meghívó szerinti negyedik napirendi pont után ötödik pontként javaslom felvenni. A napirendi pontok sorszáma az új napirendi pont felvételt követően értelemszerűen fog megváltozni. Amennyiben nincs kérdés, szavazásra teszem fel a Kemence község önkormányzatával a kötendő céltámogatási szerződésre vonatkozó előterjesztés felvételét. Kérem, szavazzunk! Köszönöm szépen, megállapítani a képviselőtestület 12 igen szavazattal a napirendi pontot felvette. Most pedig szavazásra teszem fel a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet megalkotásáról szóló napirendi pont felvételét. Kérem, szavazzunk! Köszönöm szépen, megállapítani a képviselőtestület 12 igen szavazattal a napirendi pont felvételével egyetértett. Most pedig a napirendi pontok összességét fogom feltenni szavazásra, az előbbiekben elfogadottakkal együtt a megfelelő sorrendiséggel. Kérem, szavazzunk! Köszönöm szépen, megállapítani a képviselőtestület 12 igen szavazattal a napirendi pontokat és azok sorrendiségét a korábbiakban elfogadottakkal együtt elfogadta. Első napirendi pont, tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. Tisztelt képviselőtestület, önök írásban megkapták a tájékoztatót. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Köszönöm szépen, amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozattervezetet. Kérem, szavazzunk! Köszönöm szépen, megállapítani a képviselőtestület 11 igen, egy tartózkodás mellett határozattervezetet elfogadta. Második napirendi pont, előterjesztés a Kiskunfegyházi Polgármesteri Hivatal létszámbővítése és ügyrendjének módosítása tárgyában. Önök írásban megkapták az előterjesztést, melyet valamennyi bizottság megtárgyalt és támogatott. Az előterjesztés kettő határozattervezetet tartalmaz, melyeket külön-külön fogok feltenni szavazásra. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Köszönöm szépen, amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel az első határozattervezetet, Kiskunfegyházi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére vonatkozóan. Kérem, szavazzunk! Köszönöm szépen, megállapítani a képviselőtestület 11 igen, egy tartózkodás mellett a egyes számú határozattervezetet elfogadta. Most pedig a kettes számú határozattervezetről következik a szavazás ügyrend módosítására vonatkozóan. Kérem, szavazzunk! Köszönöm szépen, megállapítani a képviselőtestület 11 igen, egy tartózkodás mellett a kettes számú határozattervezetet elfogadta. Harmadik napirendi pont, előterjesztés Kemence község önkormányzatával kötendő céltámogatási szerződés tárgyában. Tisztelt képviselőtestület, önök írásban megkapták az előterjesztést, mert a városüzemeltetési, a jogi és a gazdasági bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Köszönöm szépen, amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozattervezetet. Kérem, szavazzunk! Köszönöm szépen, megállapítani a képviselőtestület 12 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadta. Negyedik napirendi pont, előterjesztés Kiskunfegyház a város önkormányzat 2018 évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában. Önök írásban megkapták az előterjesztést, melyet a gazdasági és a jogi bizottságok megtárgyaltak és támogattak. A
Az előterjesztéshez az ülés előtt kiegészítő anyagot osztottunk ki. Az előterjesztés tartalmaz egy határozattervezetet és egy rendelettervezetet, melyet külön-külön fogok feltenni szavazásra. Van-e kérdés észrevétel a napi rendi fonthoz? Köszönöm szépen, amennyire ebben nincs. Először a határozattervezetet teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom a képviselő testület, 11 igen, egy tartózkodás mellett a határozattervezetet elfogadta, most pedig a rendelettervezet a kiegészítésre együtt kerül szavazásra, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom a képviselő testület, 11 igen, egy tartózkodás mellett a rendelettervezet a kiegészítéssel együtt elfogadta. Ötödik napirend következik, előterjesztés a járművek elhelyezésének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában. Önök írásban megkapták az előterjesztést, melyet a Városüzemeltetési, a Jogi és a Gazdasági Bizottságok megtárgyaltak és támogattak. Napirenddel kapcsolatban megadom a szót Horváth Tamás képviselő úrnak. Köszönöm szépen, polgármester úr. Először is nagyon örülök neki, hogy van előrelépés a parkolás ügyében. A magam részéről évek óta szorgalmazom az ingyenes parkolás bevezetését a városban. Ugyan a rendelettervezet nyomán csak részben valósul meg az ingyenes parkolás, de ettől függetlenül egy bizonyos előrelépésnek tekintem a dolgot. Még szeretném leszögezni, hogy a végleges megoldást mégiscsak abban látom, hogy teljesen ingyenesen kellene biztosítanunk ezt a szolgáltatást a város lakói számára. Az előterjesztés ugyan nem szól róla, és egy picit szabályozatlannak is érzem ebből a tekintetben a dolgot. Egyrészt a parkolási idő lejártát követően a szankcióknak a leírása gyakorlatilag nem szerepel az előterjesztésben. Parkolási díjról ugyan van szó benne, de én nem látom ezt, hogy a gyakorlatban hogy valósulhat meg, hogyha egy nagyobb rendet, fegyelmet szeretnénk ezen a téren, szerintem ez is kötelező eleme lenne a dolognak. Illetve a költségvetési vonzatáról is beszélnünk kellene, ugyanis a parkolás eddig is ráfizetéses volt, és egy átmeneti megoldásnak tudnám elképzelni azt, amiről a bizottsági ülésen is beszéltem, hogy a parkoló őrök státuszát változtatnánk közterület felügyeleti státuszra, és ezzel a megoldással megvalósulhatna az, hogy nem csak a parkolást, hanem gyakorlatilag minden más egyéb funkciót is el tudnának látni ezek az emberek, annak érdekében, hogy mind a közbiztonság, mind a parkolás rendben menjen a városban. Tehát az én javaslatom az az, hogy idővel módosítsuk, készítsük fel ezeket a munkatársakat arra, hogyha ők is szeretnék, hogy nagyobb, más típusú megbízást kapnának. Én azt gondolom, hogy ez mindenki épülésére szolgálna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő, a jegyző úrnak megadom a szót. Tisztelt képviselő úr! Az ingyenes parkolásra annyit tudok mondani, hogy mi is nagyon sokat dolgoztunk, vagy gondolkoztunk ezen. Természetesen ez nem a saját kútfőnkből történt ez az előterjesztés, hanem megnéztük az országos gyakorlatot. Nyilván az országos gyakorlat az, hogy a fizető parkolásnak nem csak egyfajta sarc a lényege, hanem van egy közlekedés szabályozó szerepe is. Azt nem engedhetjük meg a városban, hogy a központi parkolók mondjuk kedden és pénteken azért legyenek teli, azért foglaljanak el autók rengeteg értékes, drága belvárosi parkolót, mert a gazdájuk bejön ide reggel 7 órakor, felszáll a buszra és elmegy Kecskemétre dolgozni egész nap. Ezzel a módszerrel ezt el lehet kerülni. Úgy gondolom, mindannyian városlakóként tudjuk, hogy amit ebben a városban 2 óra alatt bármit el lehet intézni. Ezért lett ez a 2 órás szabály. Egyébként nem egy nagy ördöngőség, nagyjából egy az egyben átvettük a Kiskunhalason már évek óta kiválóan működő rendszert, nem szégyeljük, ha ott jól működik, akkor itt Félegyházán is valószínűleg jól fog működni. Egyébként sosem rejtettük véka alá, hogy amennyiben ez a rendelet bármilyen oknál fogva korrekcióra fog szorulni, akkor ezt a képviselőtestület elé fogjuk terjeszteni. Ez az oka, hogy nem lesz egész napos ingyenes parkolás.
A másik a parkolőrök közterület felügyelővé minősítésével kapcsolatban nem célunk belül közterület felügyelőt csinálni, ennek több oka is van. Jelenleg három státuszt biztosít a képviselőtestület, 3-8 órás státuszt biztosít a képviselőtestület parkolóőröknek. Ezt a három státuszt igazából 4-6 órás megbízással végezzük. Ezek az emberek egyébként ezzel a mostani rendelettel el is veszhetnék a munkájukat, de nem ez volt a célunk. A célunk az az volt, hogy ott maradjanak, biztosítsák a rendet a parkolókban, amit a Konstantinumban kötöttünk például a képviselőtestület jóvá hagyott egy szerződést egy pár hónappal ezelőtt. Ott is például a szerződésben rögzítettük, hogy egy parkolóőrt fog biztosítani az egyébként ingyenes parkoláshoz is, aki reggeli időszakban majd a szülők érkezését, távozását segíti, felügyeli. Ez lesz a többi parkolóőrnek a feladata a többi parkoló helyen. Ezen kívül azért hagytuk meg őket ebben a státuszban, mert a 2 órás parkolás úgy lesz megvalósítva, hogy az ingyenes parkolás, hogy egy órát lehet vásárolni, és ezeket az órákat majd a parkolőröknél is meg lehet venni, tehát egy vidéki ide jön Félegyházára, akkor a parkolőrnél ezt a műanyag tárcsás órát 100 forintért, területileg 100 forint árért meg tudja vásárolni. Hogyha parkolőrökből közterület felügyelőt szeretne csinálni a képviselőtestület, ez felügyelőnként körülbelül 5-600 ezer forint többletköltséggel jár, hiszen a közterület felügyeletről szóló jogszabály előírja, hogy milyen végzettséggel kell rendelkezni, tehát kell egy közterület felügyeleti vizsgát tenniük, valamint megfelelő öltözéket, téli-nyári öltözéket kell biztosítani számukra. Ezen kívül közterület felügyelő az lehet, aki érettségével rendelkezik. A jellegi állományból én úgy tudom, hogy senki nem rendelkezik érettségével, nem is tudnánk ezeket a személyeket jelenleg átminősíteni közterület felügyelővé. Köszönöm. Köszönöm szépen, jegyző úr. Amennyiben a napirend ponthoz nincs további hozzászólás, kérdés, szavazásra teszem fel a határozat tervezetet. Rendelet tervezetet. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen szavazattal a rendelet tervezetet elfogadta. 6. napirendi pont, előterjesztés a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában. Önök írásban megkapták az előterjesztést, mert a jogi bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Köszönöm szépen, amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a rendelet tervezetet. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 13 igen szavazattal a rendelet tervezetet elfogadta. 7. napirendi pont, előterjesztés a vagyonkezelésbe adott eszközök selejtezéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Önök írásban megkapták az előterjesztést, mert a gazdasági bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz? Köszönöm szépen, amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozat tervezetet, kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítani a képviselőtestület 13 igen szavazattal a határozat tervezetet elfogadta. 8. napirendi pont, előterjesztés a 2. számú fogorvosi körzet működése tárgyában. Önök írásban megkapták az előterjesztést, melyet a Művelődési és Szociális Bizottság, valamint a Jogi Bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Köszönöm szépen, mennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozat tervezetet, kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítani a képviselőtestület 13 igen szavazattal a határozat tervezetet elfogadta. 9. napirendi pont, előterjesztés a Sulihoz Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosítása tárgyában. Önök írásban megkapták az előterjesztést, melyet a Jogi és a Gazdasági Bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?
Köszönöm szépen, amennyiben nincs szavazása, teszem fel a határozattervezetet. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, a képviselő testület 13 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadta. Tizedik napi rend következik. Előterjesztés a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerre 2019 évi fordulójához való csatlakozás tárgyában. Önök írásban megkapták az előterjesztést, melyet a Művelődési és Szociális Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napi rendi ponttal kapcsolatban? Köszönöm szépen, amennyiben nincs szavazása, teszem fel a határozattervezetet. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, a képviselő testület 13 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadta. 11. napirendi pont, előterjesztés a víziközmű rendszerek 2019-2033 évekre szóló gördülő fejlesztési terveinek véleményezése tárgyában. Önök írásban megkapták az előterjesztést, melyet a Városüzemeltetési Bizottság és a Gazdasági Bizottság megtárgyalt és támogatott. Van egy kérdés, észrevétel a napi rendi ponttal kapcsolatban? Köszönöm szépen, amennyiben nincs szavazása, teszem fel a határozattervezetet. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselő testület 13 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadta. 12. napi rendi pont, előterjesztés a Petőfi téri centenáriumi díszkút felújítása tárgyában. Önök írásban megkapták az előterjesztést, mert a Városüzemeltetési Bizottság és a Gazdasági Bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napi rendi ponttal kapcsolatban? Köszönöm szépen, amennyiben nincs szavazása, teszem fel a határozattervezetet. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, a képviselő testület 11 igen, 2 tartózkodás mellett a határozattervezetet elfogadta. 13. napi rendi pont, előterjesztés a Kiskunfélegyháza Kossuth utca 6 szám alatti 86 négyzetméter nagyságú üzlethelyiség hasznosítása tárgyában. Önök írásban megkapták az előterjesztést, mert a Gazdasági Bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napi rendi ponttal kapcsolatban? Köszönöm szépen, amennyiben nincs szavazása, teszem fel a határozattervezetet. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, a képviselő testület 13 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadta. 14. napi rendi pont, előterjesztés a Kiskunfélegyháza Petőfi tér 1 szám alatti 33 négyzetméter nagyságú üzlethelység hasznosítása tárgyában. Önök írásban megkapták az előterjesztést, melyet a Gazdasági Bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napi rendi ponttal kapcsolatban? Köszönöm szépen, amennyiben nincs szavazása, teszem fel a határozattervezetet. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, a képviselő testület 13 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadta. 15. napi rendi pont, interpelláció, kérdések. Az elmúlt ülést megelőzően Horváth Tamás képviselő részéről írásbeli interpelláció érkezett hozzám a város közbiztonságára vonatkozóan, melyre a választ határidőben megküldtük. Mivel Horváth Tamás úr az augusztus ülésen nem volt jelen, ezért most kérdezem meg képviselő urat, hogy elfogadja a megküldött választ. Köszönöm szépen, polgármester úr. A választ elfogadom. A válaszában kérte arra, vagy utalt arra, hogy ha van politikai szándék és akarat, akkor vigyük tovább ezt az ügyet. Én ezt megtettem, és ebben, ha kicsit is, de talán tudunk segíteni, a párt a parlament elé vitte kérdés formájában a közbiztonság helyzetének javítására utaló a szövegezésünket és kérésünket, amiben is kértük az országos rendőrkapitányt, hogy segítse a várost, a helyi kapitányság munkáját. Én bízom benne, hogy ennek is lesz eredménye. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Szeptember 1-én Kollár László képviselő úr írásban nyújtott be interpellációt hozzám belterületi útfelújítások témakörében.
Az választ írásban határidőben megküldtük. Képviselő úr elfogadja a megküldött választ, illetve megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm a szót. Tisztelt polgármester úr, a válasz első részét ugye megoldotta az élet, hiszen időközben az, aki okozta a rossz építkezéssel, az kijavította azt a hibát, ami a Tanyasori út és az Alpári út kereszteződésénél volt. A Liget utcánál viszont még mindig ott van az a gödör, ha jól emlékszem. Nem jártam mostanában arra. Ha azt időközben kijavították, akkor szintén örülök neki, hogy ez a kellemetlenség megszűnt. Ami az útjavítással kapcsolatos kérdésre vonatkozik, én elhiszem, hogy ez egy elfogadott és közkeletű kivitelezési mód, és olcsó módja annak, hogy valamilyen haladékot adjunk az úttestnek, és járható maradjon hosszabb távon, mintha nem intézkedünk. Viszont azt nem tudom elfogadni, hogy ilyen módszert alkalmazunk, ami egyrészt port okoz bent belvárosban, látható módon. Másrészt akik két keréken, tehát egy nyomtávon közlekednek, azok számára a szilárd burkolaton megjelenő kőmorzsalék az életveszélyes. Tehát nem tudom, hogy történt-e baleset ebből. Hozzám ilyen információ nem érkezett, viszont ez szerintem kimeríti a veszélyeztetés fogalmát. Tehát én óvnék attól, hogy ezt a módszert alkalmazzuk. Tehát lehet, hogy ezt egy négy számjegyű úton lehet alkalmazni ezt a módszert, és ott jó. De úgy gondolom, hogy egy belvárosi területen ez nagyon sok problémát okoz. Mind az anyagi vonzat, hiszen a kőfelverődés szélvédőkben, világító testekben, karosszériákban okozhat gondot. Másrészt pedig az, hogy az egynyomtavon közlekedők elcsúszhatnak rajta, ez szerintem aggályos. Én elfogadom a választ, de arra kérem, hogy ha lehet, ezt a módszert ne alkalmazzuk többet, mert nem a 21. század technikáját, inkább az 50-es éveket idézi fel. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő. Egyébként csak annyit mondanák hozzá, hogy amilyen kritikát kapott, tehát mi is vettük az adást természetesen. Érdekes volt, hogy a Facebookon rá egy hétre éltették, hogy Ausztráliában milyen szuper gyorsan építik az utat, pontosan ezzel a technológiával. Tehát ez a neve, és pontosan azok, akik előtte kritizálták, hogy itt így lett felújítva az út, utána azok Facebookon megosztották, hogy milyen fantasztikusan működik Ausztráliában ugyanez a technológia egy az egybe. Ennek ellenére én is azt mondom, hogy ez nem ide való. Tehát teljes mértékben egyetértek önnel. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a válaszomat. 16. napirendi pont, egyebek. Van-e valakinek közlendője, hozzászólása? Köszönöm szépen, amennyiben nincs, akkor tájékoztatásul mondom el, a soron következő képviselőtestület ülés 2018. október 25, ugye a rendes idejében, utolsó csütörtök 16 órakor. Ezt megelőzően 2018. október 5-én 16 órára várunk minden érdeklőt a Móra Ferenc Művelődési Központ színháztermében tartandó aradi vértanúk tiszteletén rendezett városi megemlékezésre, majd 2018. október 23-án kedden 16 órakor a Művelődési Központban tartandó ünnepi megemlékezésre és az azt követő Blaha Lujza téri koszorúzásra. Köszönöm szépen mindenkinek a mai munkát, az ülést ezennel bezárom.